csapat 90%-a az U17-ből csatlakozik az U19-hez, pár játékos maradt a tavalyi keretből. Teljesen új csapatot, illetve játékot építünk fel. Tavalyról nagyon jó alapokkal érkező játékosokkal tudunk dolgozni, illetve az előtte lévő szezonban viszont ugyanúgy én dolgoztam a játékosokkal, így ismerem őket, és nagyon örülök neki, hogy megértek és felfejlődtek arra a szintre, hogy most is tudunk együtt dolgozni. Ő is ismer minket, mi is ismerjük őt, úgyhogy abszolút ez nagy segítség. A felkészülés alatt nagyon sokat dolgoztunk, mint azon, hogy a szállapotunkat kicsit helyre rakjuk, mint így a csapat összhangon, hiszen most a 2005-2006-os korosztály került egybe, úgyhogy volt mind dolgozni, de azt gondolom, hogy most kicsit kompaktabb a csapat már, és készen állunk az első bajnoki meccsünkre. Jó irányba kezdtük meg a közös munkát, az utolsó edzőmérkőzéseinket már több góllal meg tudtuk nyerni, optimistán tudunk tekinteni a jövőre, de folytatni kell, mert itt nem szabad megállni, a labda nélküli mozgásokban, a támadás szervezésben, illetve az átmenetekben rengeteget kell még fejlődnünk, hogy ugyanolyan eredményt érjünk el, mint tavaly. Nekünk a felállt védelem elleni játék, illetve maga a játék összjáték generálásra kell legjobban fókuszálnunk, azt gondolom, ezen a bajnoki fordulóban. Reméljük gólokkal és szép játékkal fogjuk tudni ezt megoldani. És nagyon fontos, hogy a játékosok egyéni kvalitása, illetve egyéni tudása is kijöjjön maga a minőségi játékon belül. Ők mindenképpen akarni fognak, de nekünk az a legfontosabb, hogy mi még jobban akarjuk majd a győzelmet kint a pályán.